A Viakon is az ERT kezelésében mintegy 30 önkormányzati tulajdonú híd van, a nagyobbaktól kezdve, mint például a Tripammer utcai, az egészen kicsi 4-5 méteres fahídakig. Mint azt Szabó István, a cég vezérigazgatója elmondta, 2-3 évente mindegyikről készül hídvizsgálati jegyzőkönyv, ami tartalmazza a szükséges beavatkozásokat. A Szigethez vezető 1992-ben épült híd betonjáró felületén olyan problémák mutatkoztak, amelyeket kezelni kellett. A munkálatokat a napokban végezték el a szakemberek. 92-es építés óta a betonfelület erodálódott, tehát a felső felülete úgy lehámlott, hogy már voltak olyan pontok, ahol egyik-másik ponton a betonacél látszott. A további állagromlás megakadályozására készült ez a bevonat, és reményeink szerint így legalább egy 10-15 évig ismét használható a híd, anélkül, hogy teherbírását vesztené.